két metró szerelvény ütközött Mexikóvárosban, egy ember meghalt, 57 megsérült. A baleset a Potrero és a La Raza állomások között történt a hármas vonalon, de oka ismeretlen. Négy ember egy ideig a roncsok között rekedt, köztük egy mozdonyvezető, aki a jelentések szerint súlyos állapotban van. Néhány óra elteltével a sérültek közül 26-ot hazaengedtek a kórházból. A mexikóvárosi metró naponta 4,5 millió utast szállít, 226 kilométeres pályáján 195 állomás van.